Nyolcadikos diákok és szüleik töltötték meg szerda reggel a lippai ebédlőjét. Sokan érdeklődtek az intézmény nyílt napján a képzések iránt. Az idejárók 5 éves technikumi és 3 éves szakképzőiskolai rendszerben tanulhatnak. Emellett felnőttek szakmai oktatása is folyik az iskolában. Technikumban kertésztechnikus és mezőgazdasági technikus képzésre várjuk a 8. osztályos tanulókat, szakképzőiskolában kertészeket, gazdákat és mezőgazdasági gépészeket képzünk. Felnőtteket pedig kertésztechnikus, mezőgazdasági technikus és erdésztechnikus szakmák iránt érdeklődőket várjuk elsősorban. Felkészültek? Indul! Mindegy milyen technikával, a lényeg, hogy 3 perc alatt minél több kukoricát morzsoljanak le a tanulók. A nyílt napot látványos versenyek kísérték, bemutatva a jó hangulat sem hiányzik az iskolából. Vége, most mindenki abba hagyja! A lippai egy éve tartozik az Északi Agrár Szakképzési Centrumhoz, amely minél több lehetőséget megragad ahhoz, hogy iskoláit népszerűsítse. Azt, hogy egyre kedveltebbek ezek a képzések, bizonyítja, hogy a központ 10 intézményében 10-20%-kal növekedett a tanulók száma az elmúlt időszakban. A diákoknak nem kell félniük attól, hogy nem lesz hol dolgozniuk a végzést követően. Ha ma kellene ugye a fiataloknak azban a szakmában elhelyezkedni, akkor azt kellene mondanom, hogy túl kínálat van a lehetőségek között, és az elkövetkezendő időszak pedig ehhez fog igazodni, erre ad választ az iskolarendszerű képzés, és a kapcsolódó felnőtt képzés is, ami éppen ezt az időszakot rövidíti le. Tehát nem kell 3 évig iskolában, iskolapadban ülni és tanulni, hanem részszakképesítést szerezni már akár néhány hónap alatt is lehet, második szakképesítésként pedig ráadásul még ingyenesen is. Ahogy a többi szakképző intézményben, a lippaiban is az a cél, hogy a diákok vállalati környezetben sajátítsák el választott szakmájukat. Az iskolában ezt 2 tanüzem szolgálja, az egyik Apagyon, a másik Tiszabercelen. Előbb itt szerdán meg is tekinthették az érdeklődők a nyílt nap keretében. A szakmai vizsgára való felkészítés pedig duális partnereknél zajlik, ahol juttatást is kapnak a tanulói szerződéssel rendelkező diákok.